Mindkét csapat nélkülözte egy-egy meghatározó játékosát az Albafehérvár Nyíregyházi KK rangadó előtt. Az Albánál Szabó Zsolt maradt ki kisebb sérülés miatt, míg a nyíregyháziak Nelson játékára nem számíthattak. Az első percekben a vendég NKK vezetett, azonban még a nyitó negyedben sikerült fordítani az Albafehérvárnak, 21-18-as előnnyel vonulhattak pihenőre Branislav Zunis tanítványai. A második negyedben jóval kevesebb pont, azonban több hiba született, a csapatok kevés alkalommal találták meg az utat a gyűrűbe. Itt is sikerült jobbnak lennie az Albafehérvárnak, mely 6 ponttal vezetett a szünetben. A második félidőben aztán elfogyott az NKK, mindössze 20 pontot dobtak a vendégek, ez nagyban volt köszönhető annak, hogy az Albafehérvár védekezése jelentősen javult. A hazaiak 21-12-re és 21-8-ra behúzták a harmadik, illetve a negyedik negyedet, az Albafehérvár végül 81-53-mal múlta felül a nyíregyházi KK-t. Első félidőben elég rosszul játszottunk, sok volt az eladott labda, a támadása, nem találtuk a ritmust, ugye. Aztán a második félidőre sikerült feljavulnunk. Szerencsére nekem is ott már jobban ment, az elsőben abszolút nem ment jól. Aztán ugye egyre magabiztosabban átvettük a meccs irányítását, utána már könnyű volt. A találkozó egyik fontos momentumának bizonyult, hogy az Alba jóval hosszabb kispaddal játszhatott. Míg a fehérvári cserék 28 pontot szereztek a találkozón, addig az NKK padjáról beszálló játékosok mindössze 2-t. Sokkal több játékosokkal játszottunk, és ezek a játékosok, akik játszottak, mindenki hozta valamit, valaki egy kicsit többet, valami egy kicsit kevesebbet, de ilyen módon megint úgy érzem, hogy az is közre játszott, hogy tényleg valahogyan felelőttünk őket, főleg a második fél időben. Az Albafehérvárra a héten két komoly rangadó vár mindkettő hazai környezetben. Kezdésként szerdán 18:45 perckor az atomerőmű látogat Székesfehérvárra.